Nagyon sok munkám volt, majdnem minden hétvégén elfoglalt voltam. Ilyenkor 3 vagy 4 fotókabint szállítottam, hétköznap pedig egy párat. George McReynolds jól menő vállalkozása a fotókabinok bérbeadásából állt. Ügyfélköre azonban drámaian lecsökkent, amikor más vállalkozók is betörtek a piacra. Mi voltunk az elsők, akik elkezdtünk ezzel foglalkozni, ma pedig szinte mindenkinek van fotókabinja, így az emberek nem fizetnek annyit érte. George végül is nem tudott önállóan megélni, ezért vissza kellett költöznie a szüleihez. Nagyon magam alatt voltam, nem tudtam, mit kellene tennem, hiszen mindig is önfenntartó voltam. Nem tudtam, hogy hogyan fogom kifizetni a számláimat. Megpróbáltam más munkák után nézni és szabadúszóként dolgozni, de nem sikerült megállapodni. Céltalannak éreztem a helyzetemet. Anyagi gondjaim miatt depresszióba estem. Teljes kudarcként éltem meg. Nem akartam kimenni otthonról. Elveszítettem a motivációimat a munkával és az emberekkel kapcsolatban is. George Istent vont a kérdőre. Elvesztettem a hitemet. A dolgok nagyon rosszul mentek, és nem értettem miért. Rendben leszek valaha is pénzügyileg és mentálisan, vagy innentől ez lesz. Ilyen lesz az életem. Már soha nem lesz változás. Egyre rosszabbul érezte magát. A depresszióim és a félelmeim még inkább elmélyültek. Majd rám tört a pánik is, és elkezdtem félni mindentől. Nem mertem kilépni a szobámból se. Egy nap bekapcsolta a tévét. Bekapcsoltam a tévét, és épp a 700-as klub ment, amikor Pat imádkozott. Van valaki, akit azt hiszem George-nak hívnak. Nagyon meg van rémülve, fél, nem tudja pontosan mitől, de szinte mindentől retteg. Isten most megszabadítja önt. A teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Ön szabad a Jézus nevében. A félelem szelleme most elhagyja önt a Jézus nevében. Fején találta a szöget. Az időzítés is tökéletes volt. Bekapcsoltam a tévét, és pont Pat imádkozott. Az ima után felkeltem, szabadnak éreztem magam. Jobban lettem, és kimentem a házból. Tudtam, hogy ez nekem szólt. A következő néhány napban újra kezdtem jól érezni magam. Habár még mindig megvoltak ugyanazok a problémák és körülmények, amikben benne voltam, tudtam, hogy innentől fogva Isten velem lesz. From that moment. 1, 2, 3. Helyreállt az Istenbe vetett hite. Sikerült leküzdenie a félelmét, és visszatért dolgozni. Eldöntötte, hogy Istenre bízza a vállalkozását. Folyamatosan csörög a telefon, mert Isten a kezében tartja a dolgokat. Én nem vagyok képes erre, csak megpróbálom megőrizni ezt az állapotot, és átadni Istennek a munkámat. Megtanultam, hogy Jézus ismer engem. Pontosan tudja, hogy mi történik az életemben. Bízzunk Istenben, mert neki terve van az életünkre vonatkozóan.